Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kedves testvérek, a második vatikáni szentzsinat legelső dokumentuma a liturgiáról, a szentmiséről szól, és ott azt olvashatjuk, hogy a prédikációknak nem csak a felolvasott szentírási részek legyenek a témája, hanem maga az egész szentmise szövege és rítusa. És mivel akkor a római pápa, bíborosok és püspökök és mi papok is tulajdonképpen a régi rítus szerint miséztünk, ezért azt választottam, hogy egy évekig tartó sorozatot indítok a régi szentmise magyarázatával. Hol kezdődik a szentmise? Igazából ugyan az első elmékedésben már tisztáztuk, az előkészítésben. A régi sekrestjékben, hála Istennek egyre jobban újra visszajön, volt egy térdeplő. Térdeplő fölött egy szöveget tartalmazó, nagy bekeretezett kép. Fölötte egy feszület legtöbbször. Oda volt írva, hogy preparáció ad missám, előkészület a miséhez, és graciárum actio, hálaadás a mise után. Ezek eltűntek. A sekrestyébe legtöbbször hangos beszéd van, Jóisten, hogy a bolondozás, viccezés, az utolsó pillanatban befut a pap, fölkapja a ruháit és indul. Testvérek, itt ez nagy baj. A régiek ott térdeltek. Igyekszem én is már maga, vagy a szobámba, vagy a sekrestyébe egy imádságot ezekből elmondani. Mert igaz, hogy az egész egyház történelmi folyamán nem volt ott ez az imádságos tábla és a térdeplő, de mikor megjelent, akkor egy mélységes igénynek a jele volt. Hiszen az Úr Jézus is azzal kezdődik, hogy az apostolok, hol készítsük elő neked a húsvéti bárányt. És a papság és a hívek mindig készültek a szentmisére. Nagyon sokszor egyik templomból a másikba vonultak. Nem abban mutatták be a szentmisét, ahol kezdtek, ott csak gyülekeztek. Tehát, ami létrehozta ezt az imádságot, ezt a szöveget, azt lehet, hogy most kidobtuk, de nem dobtuk-e ki vele azt, ami mindig volt, előkészület a szentmiséhez, és hálaadás. Testvérek, a szentmise az mindig ugyanaz. Krisztus áldozata az az egyetlen. Ami a Golgotán történt, annak a lényege megjelenik. De mi hogyan fogadjuk be? Nem az Úristen ad néha kevesebbet, máskor többet, hanem valószínűleg mi nem vagyunk előkészülve rá. Ha láttatok Szent Pió atyát misézni, akár filmeken, hogyan készült a misére, és utána hogy adott hálát. Amikor most oda térdelek a régi térdeplőre, ahogyan atyáink is tették, amikor novicius voltam, és alázattal elmélkedem végig ezeket az imádságokat előttetek és veletek, papságom megújulását remélem, meg paptársaimét és a kedves hívekét is. Természetesen ezek az imádságok legtöbbét maguk a hívek is elimádkozhatják. 5 zsoltárral indul. A 83, 84, 85, 115 és 129-es zsoltár. Ma a 83. zsoltárról elmékedünk, de annak is csak pár verséről. Felolvasom. Mi kedvesek a te hajlékai seregeknek, Ura! Kívánkozik és sóvárog az én lelkem az Úr csarnokai után. Az én testem és lelkem újjong az élő Istenhez. Miként a verébházat talál magának, s a Gálisze és Fészketrova fiait helyezze, én a te oltáraidnál, seregek Ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik a te házadban laknak, Uram, örökkön örökké dicséretnek téged. Boldog az ember, akinek segítsége tőled vagyom, minden elhatároz a szívében, hogy fölmegy a könnyek völgyén át a helyre, melyet az Úr rendelt. Mert áldást ad onnan a törvényhozó, és mennek erősségről erősségre, míg nem meglátják Sion hegyén az Istenek Istenét. Seregek Ura Istene, hallgass meg imádságomat, vedd füledbe Jákob Istene, oltalmazó Istenünk, tekints le és nézz fölkented arcára, mert jobb a te házadban egy nap, mint másút 1000. Inkább választom, hogy csak küszöbén legyek Istenem házának, mint hogy ott lakjam a bűnösök hajlékában. Mert nap és védőpajzs az Úr az Isten, kegyelmet és dicsőséget áld az Úr, nem vonja meg javait azoktól, kik ártatlanságban járnak. Seregek Ura, boldog az az ember, ki te benned bízik, és aztán dicsőség Atyának, Fiúnak, Szentléleknek. Ez az első Zsoltár. A 4 verssel elmélkedünk csak. Mi, kedvesek, a te hajlékaid, kívánkozik a lelkem utána, testem és lelkem újjong az élő Istenhez, a verép házat talál magának, a gelice és fészket, én a te oltárodnál találok otthonra. Testvérek, egy szövegnek megtalálni a szívét, azt jelenti, hogy megérteni. Ennek a 4 versnek a középpontja, az én testem és lelkem újjong az élő Istenhez, az Isten felé, az Istenért. A papnak többre kell sóvárognia, mint a papsága. 3-4 éves lettem, amikor kijelentettem, hogy én elhatároztam, hogy pap leszek. Mindig az akartam lenni. Nem én, hanem Isten határozta el. Mindig pap akartam lenni kihagyás nélkül, ez kegyelem volt. De ebbe, hogy pap akarok lenni, ebbe a döntésbe belekeveredett valami, ami zavaros és homályos dolog. Ezt csak most veszem észre. Ezt ki kell tisztázni. Amikor egy kisfiú vágyakozik az oltárhoz, ezt a vágyakozást nem lehet leírni. Ez egészen más, mint vágyakozok a nyári szünetre. Vágyakozok egy karácsonyi ajándékra. Ez egy hatalmas vonzás. Amikor az oltár megragadja a papság a szívét, akkor igazában nem is csak a papságra kap meghívást, hiszen nem is ismeri azt, hogy mit jelent papnak lenni, hanem Isten magához hívja életszentségre. Isten a nagy szolgálatodra mindig úgy hív, hogy abban a hívásban, annak a mélyében több van, mint amire hív. Maga ez a hív, ez, hogy kárá, hív. Ha Isten hív, akkor ez egy misztérium. Azt jelenti, hogy hívta a dolgokat, és a semmiből előjöttek. Amikor a názareti Jézus elmegy a Galileai tó mellett, és ott vannak Jakab és János, Simon és András, felnőtt emberek. De ahogyan a kutya megérzi azt, amit a gazdája mit gondol, és mit érez, haragszik rá, az ember megérzi ám azt, hogy a názareti Jézus, az názareti Jézus Isten. Szólt nekik, és ők ott hagyták az egészet. Mindent. Papságra hívta őket. Minden hívásban Istentől ered, van egy mélységesebb. Az életszentségre. Önmagának hív engem. Egy örök életre, hogy vele legyek. De így van ez a felnőtt megtérők esetében is. Felragyog nekik a keresztény élet. Esetleg egy szentmise szépsége, vagy a szentek élete. Én is ilyen akarok lenni. Igen, de ebben a meghívásban, annak a mélyén több van. Nem csak keresztény életformára hív, hanem örök életre. Nem egy jó közösségben, egy jó gyülekezetben, nem. Azon túl önmagának. Visszatérve a papságra. A papi hivatás mélyén az életszentségre való felszólítás van. Mint ahogyan a házasság szentsége mélyén, ha a szentség, és nem templomi cirkusz. Nem csak valamire kaptak most meghívást, hanem Isten most egészen le akarja foglalni őket. Őket, mint kettőt, akik egy test lesznek. Különösen akkor értette meg ezt, amikor kamasz diákok jöttek hozzám sokszor egy olvasmány hatására, lelki gyakorlat napjaiban, vagy egy szombat este, és ahogyan ragyog az a fiatal arc, és azt mondja, és teljesen más, amikor azt mondja, hogy atya, egy kislány írt nekem, és én most szerelmes vagyok. Azt mondja, atya, én pap szeretnék lenni. Szerzetes szeretnék lenni. Kétféle vétket követhetünk el ellene. És általában el is követjük. Az egyik, most neked nem ez a dolgod, elsős vagy. Majd 4 év múlva. Akkor gyere elő vele. Nagy hiba. A másik ugyanilyen hiba, hogy már úgy kezeljük, hát akkor te olyan kis szerzetes is vagy már, ugye kap egy ilyen rózsafüzért, az hordja, nem megy a többivel sportolni, hanem ott ül a sekrestyébe, minden egyházi pletykát megtanul, olyan kis szerzetesdit játszik. Nagyon rossz. Olyan kis klerikus lesz. Később jött rá, mit kellett volna mondani? Téged most Isten megérintett, írd fel ezt a dátumot. Erre azonnal válaszolnod kell. Délután hogy fogsz tanulni? Hogy beszélsz a szüleiddel? Tessék rá válaszolni. És ebből nő ki az, hogy téged papnak hív, vagy szerzetesnek-e, vagy a házasság szentségére. Igen. Valami végtelen többre kell vágyakozni. Magára, Istenre. Isten megérinti a lelket és hívja. Nem a papságra. Az csak egy szolgálat lesz, amit majd letesz halálakor. Már meg lesz jelölve az örök életbe is a fölszenteltséggel. De ott már nem lesz templom. Ott Isten lesz mindenben. Tehát akkor mi a lényeg? Hogy Isten sóvárgást keltett benned, újongást feléje, az ő vonzásába kerültél. Ez az újongás, ez az isteni érintés, ez a vágyakozás testi és lelki. Ez nem azt jelenti, hogy okvetlen az idegrendszerbe is átmegy, és valami nagy öröm tölti el az embert, ez előfordul. Hanem azt jelenti, hogy az egész emberi egzisztencia meglódul Isten felé. Nem igaz, hogy veled ilyen nem történt, mert akkor nem is lennél itt a padokba. Minden hívőnek, minden papnak van egy közös, mélységes, csöndes története. A testem és a lelkem újongott az élő Istenhez. Igen. Talán ennek az emlékei az egyházban az alleluják. Van egy vastag könyve a római egyháznak, Allelujárium. Sajnos nem azt tanítják meg a hívekkel, hanem mindenféle hozsanna énekre költenek rossz, gyalázatosan rossz allelujákat. Nem. Azt kell megtanulni, amit a szentek szívéből szakad ki. Alleluja! Amikor ezt először elénekelték, micsoda újongás volt az Istenhez. És ezek ilyen tanúkövek, megmaradtak, mert mindig is újongást keltett millió és millió hívő és papnak a szívében. Ez a lényeg ennek a 4 Zsoltárversnek, az én testem és a lelkem újjong az élő Istenhez. Talán ez egy újabb, vagy nagyon régi egzegézis szövegmagyarázat, hogy a Szentírásban megkeresni egy Zsoltárban, egy evangéliumi részletben azt, ahol az Isten megérinti az embert. Ez az Isten ország. Az Isten ország az élő kapcsolat az Atya Istennel, a Fiú által a lélekben. És akkor az egész megvilágosodik. Keressétek elsősorban Isten országát a Zsoltár versekbe is. A többi majd megmutatkozik nektek. Mi kedvesek a te hajlékai seregeknek, Ura. Kívánkozik és sóvárog az én lelkem az Úr csarnokai után. Miért kívánkozom az Úr csarnoka egy épület után? Hát azért, mert a testem és a lelkem az élő Istenhez újjong. A templom egy ház, de nem akármilyen ház, hanem otthon. A ház attól lesz otthon, hogy szeretnek engem, és én is megtanulok szeretni. hogy fogantatásomtól kezdve szerettek, és vártak engem abban a házban. Édesanyám. De hogyan szeret az igazi édesanya? Nem a tulajdonságaimért, hiszen nem is tudja, hogy milyen leszek, hanem azért szeret, mert létezem, sőt, azt akarja, hogy legyek. Ha isteni hatalma lenne, akkor megteremtene. Nem azt mondja József Piper szerint, hogy jó, hogy ilyen vagy, hanem jó, hogy vagy. Ennek a tapasztalata teszi a házat, a családi házat otthonoddá. Igen. Az Ój és Újszövetségi templom gyökere itt van. Isten szereti az embert, és házat épít neki. Ismeritek a honvágyat? Kegyetlen erős tud lenni. Na, ilyennek kéne lenni a Jóisten utáni vágyakozásnak. Már nem is kérek, nem érek rá magamért imádkozni, soha semmit se kérek magamnak, de ezt igen. Add Uram, hogy mint egy állat, egy szomjas állat a víz után, mint a szarvas, a hűs patak vizére, ahogy mondja Zsoltáros, úgy vágyakozzak utánad. Az az újongás szeretett szüleim, testvéreim felé teszi az egyszerű épületet otthonná, mely kedves nekem, ami semmiféle palotával föl nem cserélhető, amiről énekeltem. Mi kedvesek nekem ezek a szobák, a konyha és a kert. Mi kedves nekem ez a hajlék, ahol szeretetet tapasztaltam. Mindent ez a szeretet tesz egyértelművé, fölfoghatatlanul egyértelművé, de élhetővé. El lett adva a szülői házunk, de nem gyógyíthatatlan a seb, hiszen meghaltak a szüleink is. De ők időben elvittek abba a házba, ahol olyan valaki van és szeret, aki nem hal meg. Sőt, már édesanyánk méhébe jártunk ebbe a templomba, és hallottuk az egyház énekét. Testvéreim, a templom utáni vágyakozás, ha nincs egy kereszténybe, akkor nem keresztény. És itt van a nagy baj, mert az Isten után nem vágyakozik. Az Isten nem csak mindenütt van, hanem egy valahol találkozni akar velünk. Az ő szent gyülekezetében, a szent misztériumok ünneplésében. A pap élete vágyakozni az Úr hajlékai után, és vágyakozást kelteni másokban. Mi mindent jelenthet ez a kőépület, amelyben vágyakozni tanulunk Istenre. Testvérek, és nincsen külön látható, meg láthatatlan egyház, az együtt van. Az otthon az egy láthatatlan valóság is, hiszen nem a kövek teszik otthonná, de látható is. Aki megtöri a világnak szentségi valóságát, és azt mondja, hogy csak egy láthatatlan egyház létezik, az nem hisz abba, hogy Isten emberré lett. Az Isten utáni újongó vonzódás és az Úr hajlékainak szeretete egy és ugyanaz. A testvéri közösség szeretete, amelyben itt együtt vagyunk. Igen. Isten otthont akart építeni nekünk. De miért utal a Zsoltáros az állatokra, verebekre, még a gárlicére? Mert azok úgy raknak fészket maguknak, hogy az a puha fészek nekik egyben a végleges otthonuk. Ők teljesen otthon vannak ebben a világban. Az ember nem. Mert csak az ember teremtette a Szent Háromság egy Isten a maga képére, vagyis hívta meg a vele való életközösségre, egy örök boldog életre. Igen. Az állatnak a szülei, az apa állat, az anya állat. Mindent átadtak. Nekem a szüleim nem adtak át mindent. Mert a fogantatásom pillanatában a személyemet, a szabad valakit, azt Isten teremtette. Én tőle is vagyok. Abban a pillanatban mielőtt anyád méhében megalkottalak, mondja Jeremiásnak. Isten közvetlen teremtése is az emberi személy, mert azt nem lehet megmagyarázni azt, ami szabad, abból, ami nem szabad. Ezért Istenre vágyakozik az egészséges ember. A legmélyebb vágy az Isten utáni vágy. Ezért nem vagyunk otthon soha se egészen a földön. Ezért mondja a Zsoltáros, hogy az apám és anyám elhagyna, te akkor se hagysz el engem. Valószínűleg egy izraelita a jeruzsálemi templom tornászán megcsodálta a madarakat, amelyek ott fészket raktak. Milyen jó nektek, ti egészen itt vagytok a földön. Én hontalan vagyok. Én innét elmegyek. Én tudom, hogy vagyok. Én tudom, hogy a semmiből lettem teremtve. De milyen jó nekem, hogy az én otthonom az Isten, a seregek ura és az ő csarnokai. Ha ilyen vágyakozással jövök misét bemutatni a templomba, vagy a szentmisén részt venni, akkor a szentmise kifejti a hatását az életemben. Mindig annak mértéke szerint, amennyire megvan ez a vágyakozás. Vagy még egy vigasztalást mondok. Valaki azt mondja, hogy nincs bennem ez a vágyakozás. Nekem erőltetni kell, hogy elmenjek a templomba. Ez még több. A vágyakozásra vágyakozol. Ez egy ingyenes szeretet. Olyan jót beszéltem Vasari Péterrel telefonon, és azt mondja, miért csak egy Teréz anyának lehet lelki sötétsége évekig? Nekünk egyszerű, bűnös keresztényeknek, nekünk is van. Tessék elviselni. Nagyobb dolog Isten utáni vágyakozásra vágyakozni, mint ettől a vágytól úszni és vitetni magunkat. Ez a szeretet sivataga. Ha ezt az ember meg nem tanulja, akkor a szerelem, a barátság mind szétmegy. Mindig érezni akar valamit. És egészen odáig megy, hogy lezűlik, emós lesz. Undorító. Állatnál alacsonyabb szint. Mindig érezni. Ki mindig érezni akarja a szeretetet, az nem a szeretetet keresi. Itt a földön a szeretet az néha a sötétség is. Itt a földön azt is kell szeretni, azt a távolságot, ami elválaszt a szeretet lénytől. Testvérek, lehet, hogy egy új bevezetés kellene írni a keresztény élethez, egy új aszketika, misztikát, és azt mondani, hogy igazán a bűnök azért bűnök, mert ezt a vágyakozás kikezdi. Különösen a paráznaság kezdi ki. A parázna embernek undorító a liturgia. Nem bírja az egyházi énekeket. Undorító a mise, de minél inkább bűnbánatban él, annál inkább vonzódik. Vannak sajátos bűnök, amelyek kiégetik az emberből az Isten utáni vágyat. Igen. Most újraolvasom. Mi kedvesek a te hajlékaid seregeknek, Ura. Kívánkozik és sóvárog az én lelkem az Úr csarnokai után. Az én testem és lelkem újjong az élő Istenhez. Miként a veréb házat talál magának, s a gálica is fészket, hová fiait helyezze. Én a te oltáraidnál, seregek, Ura, én királyom, és én Istenem. Amen.